Gyere velem tündérkedni! Sziasztok, kreatív tündérek! Ez itt a Dodó Art Online csatornája, Kati vagyok. Imádom a szép naplókat, és csatornámon heti szinten mutatom be neked, hogyan készítek egy-egy ilyen naplóoldalt. Egy ilyen saját készítésű naplónak nagyon egyedi, különleges hatása van, igazi varázsa, mikor lapozod az oldalakat. A napló oldalakat általában scrap art technika alkalmazásával készítem el. A scrap art technika segítségével különböző papírokat, anyagokat, motivumokat tudunk összekombinálni egy oldalon belül, és én ezekre vonatkozó tippeket, trükköket és megoldásokat is megosztok veled a videóimban. A videóimban bemutatott naplóoldalakhoz mindig megrajzolom az aktuális motívumokat, amit neked is elküldök tündérpostán, ha fel vagy iratkozva a Dodó Art Online hírlevél rendszerére. Mi a nagyon jó ebben a technikában? Az, hogy nem kell hozzá nagy hely, mindenféle drága művész felszerelés és festék, ráadásul nagyon megmozgatja a fantáziád, mivel a papírokat, motivumokat és egyéb elemeket te magad kombinálod össze, saját ízlésednek megfelelően. Mindenképpen szükséged lesz egy szép, üres lapokkal teli naplóra. Nagyon sokféle méretű naplót lehet kapni, ez egy A4-es, szerintem ez túl nagy, és ha tényleg kezdő vagy, akkor én ajánlom neked ezt az egész kicsi formátumot, ebbe is nagyon szép dolgokat lehet alkotni, és nagyon jó vele dolgozni. Szükséged lesz még néhány tubus akrilfestékre, dekupás ragasztóra és ecsetre, színes papírokra, díszítésre alkalmas tollakra, filctollakra, vízbázisú tintapárnákra, amivel nagyon szépen tudsz majd satírozni, és díszítéshez nem árt, ha van otthon egy-két ilyen szilikonos nyomdád. Miért tarts velem? Mert heti szinten osztok meg veled újabb és újabb ötleteket, tippeket kreatív naplózással kapcsolatban. Iratkozzál fel hírlevél rendszeremre, így minden egyes scrap art videóhoz megkapod az aktuális letölthető motívumlapokat is. Mikor már több naplóoldalt is elkészítettél, igazi öröm ezeket visszanézni és a naplódat lapozgatni. Egészen különleges atmoszférája lesz a saját kis naplódnak. Iratkozzál fel YouTube csatornámra is, így mindig megkapod az aktuális videókat. Ezek nem csak scrap artról és naplózásról szólnak, hanem online és offline workshopjaimról is, ahol már nem csak naplózunk, hanem scrap art technika segítségével ilyen igazi műalkotásokat tudunk készíteni. Ha elkészítesz egy szép scrap art naplóoldat, vagy egy scrap art festmény, akkor utána mindenképp jutalmazd meg magad egy finom unikornis itallal. Várlak titeket sok szeretettel, legyél te is tündér! Sziasztok!